Na, sziasztok, üdvözletem, akkor innen ismét heti Nyegyházáról. És akkor körülnézek az állomáson, ameddig a kilóhanós nem indul el vissza. Van egy régi raktárépület, és itt a Kecskemét felüli végen pedig egy tekerés-sorompós átjáró. Egyébként maga az állomás az arra van, de oda úgyis visszafele kell majd sétálni, majd akkor megnézem. Nézzétek, ez volt régen az áruraktár. Sok nézni való is sincsen. És akkor itt van az egykori rakodóvágány áruraktárral együtt. Hát ezt sem mostanában használták, és ez itt az új peron, amit ugye most a kínálat bővítés egyében épült. Ugye látszik tényleg az ilyen sufni tuning megoldás, úgymond, hogy tényleg ilyen beton, meg betonaljakkal megtámasztva, de hát mégis a célnak megfelel. Igazából mondjuk egy három részes BZ-t is be tud fogadni. Tehát nagyjából ennyi, viszont ennél nagyon nem is kell, és viszont ott vannak azok a régi, bár ezek nem tudom, ezekkel mi lesz. Szerintem ez volt a régi peron. És ezt újították föl, vagy lehet, hogy ezt még valahol le fogják tenni. De minden esetre érdekes, tehát azt mondjátok, hogy ez ilyen régebbi fajta peron. Ugye az elsorolási hatalék, egyébként Kecskeméten is ilyen betonból kirakott peron van. Hát egyébként látjátok, három vágányos állomás, és akkor itt, ahogy mondtam, itt jobbra van egy honvédségi objektum. Szóval ott a soronpon túl a nyílt vonalból ágazik ki egy iparvágány a honvédségi területre. És egyébként van rajta kiszolgálás időszakosan, én úgy tudom, de majd erről megpróbálok még több információt begyűjteni. És egyébként maga a régi kerekegyházi vonal kiágazása az arra volt. És hát itt van maga a felvétel, egyébként van szolgálat, van forgalmista, de hát nyilván ugye a sorompót is ő kezeli, tehát már csak amiatt is kell ide állandó személyzet. És ez volt a rakodóvágány, a vágányzáró sorompóval biztosít a mind a két oldalon, és vonatkeresztre is van lehetőség. Tehát, hogyha egyszer is sűrűsödik a forgalom, akár itt kereszteket is lehet bonyolítani. Mint a másik erre alkalmas hely az Mária város, ahol ráadásul dominós bizber van, ha jól emlékszem. De erre most nem vennék így hirtelen mérget, de körülbelül 12 évvel ezelőtt voltam benne az épületben, csak onnan tudom. De még azóta akármi is változhatott. És látjátok, fényjelző van, tehát a kiárati jelzőfény, és a másik oldal pedig már fénysorompós átjárom, és az átjáró után ágazott ki az iparvágány. És ott van a sorompó hajtóműve. És ezt nézni reméltük a váróteremben, ez a régi old school tájékoztató tábla. Van pénztár is. Bár ugye nyitva nincs, a vonaton kell jegyet venni, és régi idők maradéka szintén, amikor még darabáró szállítás volt a vasúton, itt lehetett rendezni az anyagiakat. Hát ez egy régi típusú váróterem, még a hengerelt tapéta is igazi múlt századig. De ezek az asztalok, az is valószínűleg ez már lehet, hogy nem is kettő, hanem három évszázadot látott. És a régi tájha, de hát nyilván már nem ezzel fűtenek, de ez is megvan. Egyébként itt volt a kályha. Ott látszik a kályhacsőnek a helye. Ezek a 70-es években készült, 60-as, 70-es években készült tájékoztató táblák, és itt még kint vannak. Ez viszont már 2020-as tájékoztató, hát egyébként a hirdetmények meg a menetelen volt itt végedben, hát most már csak ennyi marad belőle. De meg valószínűleg a WC van. Ja, hát nem. Szertár, meg raktár. És hát akkor itt az állomásnál a váltókörzet. És akkor irány a kerekegyházi vonal. Egyébként itt csatlakozott be a váltónál. Itt volt egy kiágazás egy másik váltóval, és itt egy ilyen ívesen. De ott a régi bakterház is megvan, kicsit átalakítva, és mögött. Yeah. Most egy némileg utána néztem, meg tájékozódtam, hogy mi a helyzet. És ez is egy mávos épület volt ez. Bár szerintem ez vagy sorompóhely lehetett, mert nyilván, bár azt nem hiszem, az valószínűleg ugyanúgy az állomáson volt, mert régebben biztos itt is sorompó volt. De szerintem ez inkább szolgálati lakás volt. Most viszont úgy nézem, hogy már üresen áll. Azért, hogyha lehet, akkor megnézem.
Hát itt van a régi ördház. Úgyhogy ez... Ez jó kérdés, hogy az ördház volt, vagy szolgálati lakás. Bár szerintem inkább az utóbbi helyzetek, meg még... kerekes kút is van. Az pedig ott a villanyóda szekrény. Belesünk egy kicsit óvatosan, de... Aha, nincs már meg a villanyóda. Aha, meg itt egy pince. Na de... Oda meg aztán most végképp nem megyek le. Aha. És a melléképület. Disznó. Vagy sufni. Vagy mindkettő. És még ott van egy villanykőzte. És nyitva van. De jó. Kérdés, hogy... Ó, ez volt a belső szoba. Az mi? Egy madárfészek, az hát. Madárfészek. Hát, sok minden nem maradt. De mondom, ez biztosan szolgálati lakás volt. Aha, és nézzétek, ott van egy luka fedélyben. Hát, nincs már jó állapotban, viszont határozottan jobb állapotban van, mint egyébként várná az ember. Egy csillár, ami még szintén megmaradt. Hát, igen. Valakinek megtetszett a villanyvezeték a falból, és kiszaggatta. Szerintem itt volt a fürdőszoba. Vagy csak egy spájz. Régebben azért nem minden szolgálati lakásban volt fürdőszoba. Aha, és itt volt a villanyóda. A belső. Aha, és ott egy kis megszakító is. Ennyi maradt, viszont a mérőódát elvitték. Avagy lehet, hogy a mérőóda odakint volt, abban a szekrényben, és itt csak a biztosítéktábla volt, és egy darab kis megszakító maradt. Ami viszont azt jelenti, hogy valamikor az elmúlt mondjuk 40 évben volt elektromos hálózat felújítás, mert az olvadó biztosítékot kicserélték kis megszakítóra. Ugye az már körülbelül 30-40 éve is már létezett egy kis megszakító, de még a mai napig van olyan épület, ahol viszont csak olvadó van. Ja nem, ez csak egy ablak. Hát akkor nem, akkor ez nem a villanyóda szekrény, hanem csak egy ablak, és valóban ott volt a villanyóda, de azt leszedelték. Meg az állambekötés is eltűnt, tehát ezt is levágták. Tehát ebből is látszik, hogy ez a ház már lakatlan, mert egyébként másból is, de ebből aztán végképp. Mondjuk egyébként nem, még az sem volt régebben teljesen standard, hogy minden épületbe be van vezetve a villany. Mert ugye Moldova is írt olyan önházoló békésebb, ami a kapcsolókert mellett volt, és 1975-ben még nem volt bevezetve a villany, de azért ezt, mondom, 1980-as évek végére szerintem már megoldották minden épületnél, hogy legalább az áram be legyen vezetve, ha más nem is. Igazából manapság már szerintem nincs is olyan épület, ahol ugye állandó jelleggel laknak, meg lakóházként funkcionál, és nincs a villany bevezetve, mert anélkül manapság már nem lehet élni. És akkor mehetünk tovább arrafele. Ja, még, ez még mindig a katonai objektum mögöttünk, ott van egy őrtorony. És ugye ez a honvédségi terület, de hát... minket az most nem érdekel. Nézzek, itt egy régi faszerkezetű teherkocsi. Hát valószínűleg ez sem állandó jellegű épület, ez csak egy ilyen hétvégi házon nyaralgó lehet. És mehetünk tovább, itt van egyébként a kiállati jelző. Látjuk, a bejárati jelző az alak, a kiállati jelző pedig fény.